Boldog karácsony, farfeú. Igen, igen, tudom, boldog karácsonyt. Na, te kicsepcségem, elviszlek téged oda, ahonnan jöttél. De hol találnék én valakit? Na, menj egy picit feljebb, így. Megvan, minden kész. Készen állunk az ünnepekre. Hihetetlen, hogy végül ezt hoztuk létre. Remek voltál, Ruby. Csak nem kaptál valami égkapott? Úgy látom, hogy a fék kapott. Nem szabad baj, épp elméletében viszont. Mégis jól fogunk szórakozni egy karácsony napján. Olyan jól mondom? Bocsánat. Odie Sparksot keresem. Én vagyok. Te játékot hoztál? Nekem? Te nézd, hogy ez mit tud. Tink, Rico, most futad meg, amit tudsz. Üdv a nemem Rico, üdv a nemem Rico. Üdv a nemem Rico, üdv a nemem Rico, üdv a nemem Rico, üdv a... Áááá, kapcsolt ki! Tetszik. Nagyon imádok, de ez nem mentség arra, hogy végül te idehoz valamilyen játékot. Nem kérdeztem. Viszlát. Azt hiszed, tudom miért tudnék. Már rá is jöttem valójában. Mi ezt a teendőm? Ha van egy jó barát. Ha van egy jó barát, ide nem kell. Miább a dobod, ha mégis kell egy hű barát. Miább a hűszka barát, miább a molestát. Tudja csak tudsz, ha repülni tudsz, akkor tudd meg, hogy kell egy jó barát. Mert hogy is kell egy jó barát. Szabad elpülni tanú talán. Hányszor mondjam neked a fejedből, hogy egyszer csak egy ószka kacat. Hívják el kacat. Na jó van, én most elteszem magam. Na te kis nibintikém, vagy szépen elviszlek téged alukálni. Na, szép álmokat. És repte szűrt bogarakat. Baby Grease, imádom. Oké, Rico, nyugodj meg, nyugodj meg. Psst, hey Rico, ki van ott? Psst, még meghallják. Azt akarod, hogy lábát csapjunk. Kapitány, mi folyik itt? Megmondom neked. Most visszavágunk annak az Odinnak. Kovácski, mondj valami opciókat. Mert remélhetőleg épp ezzel át tudná faragni ezzel a játékhoz képest. Épp ezzel megkötözzük és helyette csinálunk egy játékot. A számból vette ki a szót. Mi? Te? Hogy kerülsz ide? Hogyszor ittróval jöttem. Itt alszik a kis szöpszék. Mielőbb vissza kell várnunk Odinnak, a kátaik, a kászakat. Aha. Elrejtőzni. Aha. Prima. Itt vagy, Rico. Mióta lettél te ilyen tabletta? Talán ezért lett bekapnék egyet. Az nekem nem tios. Azt hiszem, rosszul vagyok.
Ti kik vagytok? Mi a játékok vagyunk, és te vagy a tulaj? Én mindig nem értem, biztos vagyok benne, hogy halucinálok. Remélhetőleg, hogy helyikál, de majdnem agyon csaptál, miközben éppen éltem. Tényleg? Akkor legalább nem mentél volna szűzhöz. Ezt a pekhet telefon belül. Így már megfelel. Előre is figyelmeztetlek, hogy most mi jövünk. Éppenséggel mi használjuk játéknak. Brutális áron adják. Jó? Ez örömmel. Elkapni! Ne várjatok, eleszetek, én ártatlan vagyok. Tudod, Odin, az élet viszont nehéz. A többi már gyerekjáték. Ott a jel, fiúk. Mit csináltok? Ne! 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 Tökéletes. Egy lesz a legnagyobb tökéletes hely. És sehol egy wifi. De mindig csetelgetni akarsz valakivel. Csak gondoltam így a helyes. Csak akkor csetelgessetek, hogyha egyetlen bomba pofátokat viszont beletemethetnék a bomba pofátokra. Ezt a teket olyat, inkább táncold el azt, amit mi szoktunk. Ó, nem, meg ne próbáljátok. Rico, zenét! Megy a gőzös, megy a gőzös kanizára. Ennyi? Kanizai, kanizai állomásra. Egyedül a masinista, hátul meg a krumpi felülpalacinta. Megy a gőzös kanizára, kanizai, kanizai állomásra. Egyedül a masinista, hátul meg a krumpi felülpalacinta. Egyedül a masinista, hátul meg a krumpi felülpalacinta. Állj, előre is figyelmeztetlek, hogy nem nyertem semmit arra a táncversenyen, csak gyakorolgass, hát ha feljebb jutsz. Ti egyszerűen bántok azzal a játékkal? Csak, hogy én mit tudok. Melin, tűnj onnan, ezek a játékok gonoszak. Tudom, de én vagyok ennyien jó. megy a gőzös kanizára. Kanizai állomásra. Egyedül a masinista, hátul meg a krumpi fejű palacinta. Egyedül a masinista, hátul meg a krumpi fejű palacinta. A bénaságot mi értem, mert nem hallottam. De téged is felhasználok valamivel. Az X-faktorban, mert abban menő vagyok. Találom, ez még szab az X-faktor. Nézzétek, hogy mennyire repül. Jó repülni tud, igen, ez tuti a repül. Dobjuk annyi balát, ami belét fél. Gyerünk, Oszkál. Dobjuk oda neki a banánt. Nesze itt a banán. Na, fejezzétek be, tönkreteszitek a... Na, elég a hajam, jaj, au. Ti nyomorú szemjekelek. Hagyjátok békén Merint. Sikvárd viszont később fejezzük be. Most Merinél szól. De ezt nem mondhatjátok komolyan. Rico. Vegyedül a masinista. Hátul meg a kumpi fejű palacinta. Elég, ez már több azoknál. Ennek a játéknak mennie kell. Én is játszottam valami a játékot, és eléggé béna volt. Mit bámulsz úgy? Nem tudod, de szerintem nem örülnek rajta. Várjuk. Te, valójátok el. Hé, hova viszel? Tenne valaki az égről. Már tél iszonyom van. Igen, én nekem a notát, Rico. Oké. Na, most jó figyeljél. Ezek a játékok. És ha a játékok éppen visszamennek a csomagba, oda kell csalogatni.
Figyelj, Jakab. Oké. Okay. Szépen ide tolgatjuk, kéne valami jó ötlet. Például ide kell hívnunk valamilyen dobozkát. És végül, ha bemennek a dobozba, eladjuk őket, és szépen visszakerülnek a piactérre. Ez tetszik. Ez a terv nem is olyan bén. Várjuk is be. Ott a szélhalmász. Kész van, Jakab? Még szép? Oké. Okay. Lőheted. Látod, mégis tudok repülni. Akkor sok sikert kívánok, mert én hazamentem. Szia! Hello, Jakab, játsszál velünk. Álmaitok bajózás. Ne! Jaj, miért volt ilyen kegyetlen? Nem érzem magam. Épp szédülök. Kérek, fiúk, adjatok még egy életet. Oh, nem érzem jól magam. Látok valami szötétséget, és alig várom, hogy eladjanak egy oszka piacon. Azonnal odozzatok el. Majd a kiéveztük az afterpartikat, Kovászki. Azt hiszem, jó ötletet adtál. Milyen jó, hogy legalább Ori nem vette észre. Végre szabadon élhet a játék, de nem sokáig. Ez Odin? Szüljetek, mert a játékok be lesznek fagyasztva. Ó, azt hiszem nem érzel be. Sikerült! Vége most már, mégis túléltem. Gyerünk velem, itt az idő. Te jó ég, hát hiába, nem tekintenék róla, hogy... Mi ez? Valamit észrevettem a lábaim közt. Jaj, menni, Odin, segíts, mindjárt elolvadok. Menni, te jó Isten, elolvadsz. Jaj, menni, jaj, ne. Na jó. Fatális, nem vagyok Odin. Odin, mi történt? Hát, nem szívesen mondok neved, de valamit el kéne mesélnem neked. Jaj, Odin, nem tudtam, hogy te ennyire szereted a játékot. Miért nem vallottad be inkább Falafellel? Nagyon sajnálom. De igazából nem vagyok jó játékos, én már kinőttem belőle. Attól tartok, nem tehetek semmit. Ki kell dobnom ezt a játékot? Kidold? Tehát megígérted Falafelnek, hogy vigyázol rá. És be is tartottad. Nem úgy van az, hogy te szépen kidobod, és szépen meghagyod emlékül. Ézd már meg. Ez csak az álmaiba történt. Ha abban álmaiba történt, akkor te miért nem voltál ott? Mondd meg őszintén. Mert máfiában voltam a májítőpolniba. Ez az! Van egy ötletem! Tünk! Még van eszéljünk! Odin, én igazából nem nagyon értek, csak hallgass és figyelj! Meg kell tudnom, mit rejtegett. Odin! Ez már nekem is sok. Talán jobb lesz, ha én azt megyek. Fáj, hova mész? Mi megszer próbáltuk azt a álmaidat. Hogy mi volt a te álmod? Ez az álom már rég nem létezik, te is tudod, meg én is. Neked totálisan elment a veszed. Egek. Ne menj el, kérek, én meg tudom magyarázni, tényleg a játékok léteznek.
Odin, miért hozol ennyi kínoszhetetlen? Jaj, Odin, pedig nagyon sajnálatlak. Milyen szörnyű lehet, valamelyik közül jöhetne valamelyik tündél. A tündél. Hát, látom, hogy a játékok éppen rosszul bántak veled, ugye? Igen, rosszul. De talán tudsz nekem segíteni, ugye? Van nálam a vegyes pálca, hogy végül megteljesítsem a legfőbb kívánságodat. Milyenne az első kívánság? Az egyetlen kívánságom, hogy bálszak ne találkozhatnék azokkal a játékokkal. Kívánsága számodra, parancs! Na, trillió! Odin, ki kell vinned a szemetet? Ma viszik el a szemetes kukát. Odin! Odin! Ez túl süket. Miért is zaklatom őt? Úgy leszik, mint a bunda. Azt hiszem, magamnak kell megoldanom. Végetek van, játékok. Hé, közben én figyelgettem rád. Hol játékok? Hol? Figyelj, teszek. Várom, nem de nem értem, miért a számba csinálom, mivel hogy jön. Ja igen, falafelre kell kell mondom, de majd előre találkozom. Jó van, Riko, hogy szépen vissza kell annom a drága falafelnek. Nem tudom, mit fog elszólni. Éjszak, Adi, azt akartam mondani, hogy éjszak akartam mondani. Hogy egy oszkavén kaszat. Adni a játékodat. Te tudtál? Igen, persze, én persze, igen, azt láttam. Épp eszég eléggé bénán lát. De miért dobod el? Nem tudom. Eléggé rossz paszban van. Hát, hogy attól tartok, hogy valakit meg kell gyógyítanunk, Rikót. Attól tartok, rossz bőrben van. Tudsz-e valamit? Ismerek valakit, aki segíteni tud. Csak, aha, igen. Hát 24 óráig nem kellene használni ezt a játékot. Tényleg? 24 óra? Ez lehetetlen. Vagy lehetséges. Végre megszabadultam. Nem kellett volna éppen a papáltam, ugye? Nem kellett volna. De és mikor gyújul meg? Vagy oké, hát Angiogus látsz, aki pontosabban chipseltemet meg kórát ivott. Meg aztán meg így lepottyant. Úgyhogy én nem köszönök, viszlát! Meg kell látnom falafel, hogy eléggé rossz éget volt. De még az a szerencse, hogyha legalább nem lettél, hogy attól tartok, hogy egy nem a tehetékomutat. Hát igen, persze. Valójában mindenképpen csak hogy nem volt, de... De ahogy is ki kell dobni a módszámban. Na, ha megbocsátok, meghallok én. Na, viszlát! Viszlát, falafel! Azt hiszem kínos. Odin? Mi az? Csak nem láttam már mi az egy játékot. De igen. A keserít meg ki. Megint fúj a szél. Tehát ezt ugye nekem hagytad? Bánom is szél. Egyen a kérdőt csak akarod. Hagyjad az. Na, hát köszi szépen! Szépen hazaviszlek, megetetlek, és aztán meg megintatlak az a kórával, hogy végül összeállne pipírgás magad. Viszlát, Rikó! Hát, végül is teljesítettem a küldetést arról, hogy milyen jó lett volna az olasz megváltozatot. Látom, hogy te eladtad a játékodat. Hát persze! Végül is nem is volt az ötlék, de attól tartok a talált valakit, aki pont szeretett.
de annak a lényege, hogy minden visszaállt a kerékvágásba. Szerintem is. Amúgy meg a nővéremet, amúgy meg a barátnővet keresem. De ki a barátnőt? A neve nem más, mint Szanti. Szanti? Igen, jövő szombaton fog jönni. Tehát ki tart a levelet? Attól tartok, hogy mi? Hehehehehehe. Látod, épp ezért rühellem a játékokat, mert elég igaziak. A számból vetted ki a szót, öreg apukám. Hé, én nő vagyok, nekem mindegy.